Szeretettel köszöntöm Önöket újra ezen a szép délutánon. A mai előadásunk tárgya a darwini orvoslás, más néven evolúciós orvoslás, ami egy viszonylag új tudományterület. Alig néhány éve, egy-két évtizede beszélnek róla. Miről szól a darwini orvoslás? Semmiképpen se gyógyításról, vagy gyakorlatilag nem a gyógyításról lesz szó. Talán említettem már, én magam sem orvos vagyok. Darwini orvoslás alatt, vagy evolúciós orvoslás, evolúciós medicina alatt a biológusok azt értik, hogy a betegségek evolúciós ökológiai hátterét próbáljuk felderíteni. Magyarán szeretnénk megtudni azt, hogy miért van betegség a természetben. Hogyha az evolúció úgy működne, ahogy a nagyon-nagyon leegyszerűsítő és primitív ismeretterjesztő filmekben látjuk, hogy az élőlények tökéletesen alkalmazkodtak a környezetükhöz, akkor talán nem is volna betegség. Hát hogyha annyi beteg ember van a társadalomban, ha annyi beteg állat van a természetben, ami megélhetést ad sok orvosnak, meg állatorvosnak, sőt, növénygyógyászról is beszélnek ma már, tehát ha annyi betegség van, ha annyi halál van a természetben, akkor mégsem tökéletesek a lények, mint ahogy az egyszerű ismeretterjesztő filmek sugallják. Hogyan keletkezik a betegség? Hol várható a feltűnése? Mik azok az evolúciós hatóerők, amik oda vezetnek, hogy a legkülönbözőbb betegségek tömegesen előfordulnak a természetben és a társadalomban egyaránt? Az evolúcióbiológia, hát önök tanultak valamennyi evolúcióbiológiát középiskolában, tehát ennek az egyik legalapvetőbb fogalma az adaptáció. Mi az adaptáció? Az adaptáció, úgy magyaráznám el, legalábbis három lépésben. Mindenképp egy komparatív fogalom. Az egyik tulajdonság adaptívabb, jobban alkalmazkodott a környezethez, mint a másik. Mint egy alternatív tulajdonság. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Adaptív dolog-e a jegesmedvének a fehér szín? Ugye mindenki azt gondolná, hogy igen. Most akkor igen, hogyha ez a tulajdonság a természetben jobban működik. Például azért, mert jobb terepszín egy arktikus környezetben, vagy rosszabb a hőleadó képessége a fehér színnek, mint a sötétbarnának. Mi az alternatívája a fehér medvének? Egy ősibb forma, a barna színű medve. Nos, tehát ha a medvéknél a barnához képest a fehér egy arktikus környezetben jobban működik, például több zsákmányt lehet így elejteni, kevesebb hőt ad le az állat, tehát ha jobban működik, és ezzel megnöveli az esélyét annak, hogy az azt kódoló genetikai információ nagyobb eséllyel jusson át az előző generációból a következő generációba. És hogyha ennek következtében a fehér színt kódoló genetikai információ generációról generációra növeli az arányát a populációban, nos, akkor ez adaptáció. Természetesen soha nem lesz tökéletes adaptáció, mindig lehet még terepszínűbbnek lenni, mindig lehet még jobb hőszigetelést fejleszteni, és így tovább. De ilyen értelemben beszélünk környezethez való alkalmazkodásról, adaptációról a természetben. Vigyázzanak, mert a dolog nagyon csalóka tud lenni. Például azt ugye látjuk, hogy a madarak a tollaik nélkül nem tudnának repülni. De mégis úgy gondoljuk, hogy a madártoll az nem a repüléshez való adaptáció. Amikor a madártollak létrejöttek ősi hüllőkben, még egyáltalán nem tudtak repülni. Oké, tehát ebben az értelemben, ahogy fölírtam, így értem az adaptációt. Nos, az evolúciós orvoslás, vagy a betegségekről való biológiai társalgás egyik fő kérdése az, hogy vajon a betegség tünetek, tünetegyüttesek, szindrómák, vagy maga a betegség, az lehet-e adaptív? Lehet-e adaptív folyamatok eredménye? És ha igen, akkor mik azok az evolúciós folyamatok, amelyeknek a révén kialakul a természetben, vagy az emberi társadalomban ennyiféle betegség? Ha megértjük az őket létrehozó folyamatokat, jobban meg tudjuk jósolni például, hogy hol, milyen betegséget, milyen esetben, milyen társadalmi vagy természeti körülmények között várhatunk megjelenni kisebb vagy nagyobb arányban. Most tehát lehet-e a betegség adaptáció eredménye?
Általában a betegség nem tűnik adaptívnak. Hiszen ami adaptív, az meg kéne, hogy növelje az egyedek túlélési és szaporodási esélyét, hogy továbbadják a génjeiket. De mégis látni fogják, néhány példát felsorolok itt, hogy vannak a természetben folyamatok, adaptációs folyamatok, amelyek áttéteken keresztül, vagy különböző folyamatok eredményeképpen mégis betegséget okoznak. A legnyilvánvalóbb esete ennek, hogy más fajok adaptációi, konkrétabban például kórokozó fajok, akár mikrobiális kórokozók, baktériumok, vírusok, vagy makroszkopikus paraziták, állati élősködők, evolúciós adaptációi a megfertőzött gazdaállatokban betegséget okoznak. Ez nyilvánvaló, ez kézenfekvő. A másik lehetséges motivum, hogyha az egyik ember számára adaptív tulajdonság, az egyik számára adaptív, számára kedvező, az ő evolúciós sikerét, túlélési és szaporodási esélyeit növelő folyamatok egy másik ember beteggé tesznek. Milyen esetben várhatunk ilyen jelenségeket felbukkanni? Éppen csak egy példát szeretnék említeni. Nyilván akkor, hogyha két ember biológiailag nagyon szoros kapcsolatban él, például egy terhes anyuka és a testében fejlődő magzat. Vezethet ez betegséghez? Néha igen. Például a magzati tápanyagellátás azáltal növelhető, hogyha nő az áldott állapotban levő anyukának a vérnyomása. Ezt hívják terhességi magas vérnyomásnak. Ez a magzatnak kedvező, az anyukának meg nem kedvező. És ha ez nagyon szélsőséges értékben megnő, akkor ez orvosilag is probléma az anyának, noha a benne fejlődő magzatnak meg kedvező, hiszen oxigén és tápanyag ellátottságát növeli. De több más példát is tudnánk mondani. Egyik ember előnyt húz belőle, a másik ember szenved tőle, beteggé válhat. Számos eset ismert rá. Sok olyan betegség ismert, ami önmagában nem adaptív, de adaptív folyamatok egyszerű véletlen mellékterméke. És egy nagyon tipikus példa, biztos tudnak rá példákat mondani, hogy az evolúciós folyamatok bennünket a múltbeli környezetekhez adaptáltak. Márpedig a környezet gyorsan változik, a modern emberi társadalomban pedig különösen gyorsan változik. Mi teljesen más környezetben élünk, mint amilyen környezethez az evolúciós folyamatok az őseinket adaptálták. Azt örököltük, ami számukra kedvező volt másfajtában. És egy gyökeresen megváltozott modern világban beteggé válhatunk attól, olyan tulajdonságoktól, amelyeket őseink, elődeink adaptív tulajdonságokként fejlesztettek. Mutatok is mindjárt példát. Tulajdonképpen ennyi rövid bevezető után két ilyen tanmeseszerű példát szeretnék mutatni, evolúciós folyamatok hogyan vezetnek fertőzésekhez, betegségekhez. Az első történet emberi tetvességről fog szólni. Mert hogy én magam zoológus volnék, és hát ugye a tetvek mégiscsak állatok, ugyanakkor fertőző kórokozók is, a tetvesség egy orvosi szaknyelvben is fertőzésnek tekinthető dolog. Nos, nézzük meg, milyen tetvek élnek az emberen. Háromféle tetű él az emberen. Az egyik a fejtetű, ez mindig az emberi hajban fordul elő. A másik a ruhatetű, ez a ruházat belső felületén fordul elő, és naponta egyszer vándorol az ember bőrére vért szívni, de amúgy a fehérnemű vagy a ruházat mélyén, a bőr felé néző ruhafelületeken van. És van egy harmadik tetű, a lapos tetű, ami gyakorlatilag egy nemi úton terjedő fertőzés, elsősorban az emberi fanszőrzetben él. A történetem tehát róluk fog szólni, pontosabban az első kettőről, mert a harmadik ez egy nagyon másfajta állat. Az első kettő, a ruhatetű és a fejtetű nagyon közel állnak egymáshoz, lényegében egy fajba tartoznak. Körülményesen ugyan, de tulajdonképpen a fejtetűt át is lehet alakítani ruhatetűvé néhány generáció alatt. Ellenkező irányba viszont nem megy az átalakulás. Minden esetre hibridizálni is tudnak egymással, viszont minden hasonlóságuk ellenére nagyon különböző életmódot élnek. Nem csak, hogy másképp helyezkednek el az emberi testen, de az emberi társadalmakban is más és más
társadalmi csoportokban okoznak járványokat. A fejtetvek gyakoriak a kisgyerekekben, mondjuk 4-14 éves kor között az iskolákban, óvodákban ott vannak. A szülők persze el szokták titkolni, mert nagy szégyennek számít. A ruhatetvek pedig inkább a hajléktalan embertársaink, menekültek, rossz körülmények között élő emberek között tűnnek fel, bármilyen korcsoportban. Nos, tehát erről a kettőről, erről a két nagyon hasonló fertőzésről, vagy állati parazitáról szeretnék beszélni. A szülők, amikor sok kéri őket, hogy fejtetűt hozott haza a gyerek, a kisiskolás gyerek az osztályból, vagy az óvodából, akkor az első kérdés mindig az, hogy hát hogyan terjed a fejtetű. És ha körülnéznek az interneten, számtalan bolondságot hallanak, vagy olvasnak erről, például, hogy az uszodába átúszott az egyik gyerek fejéről a másikra, vagy hogy fésűvel, vagy sapkával, vagy ilyesmivel átvitték, csupa borzasztó, hátborzongató és kivéthetetlen dolog, és higgyék el nekem, hogy exakt vizsgálatok szerint a fejtetű így nem terjed. Gyakorlatilag nem lehet átvinni. Se sapkával, se ezekkel a szőrös felületű, pamatos fülhallgatókkal, amit a gyerekek megosztanak egymás közben, amik közben zenét hallgatnak a telefonjukról, se fésűvel, nem is fésülködnek olyan sokat azok a gyerekek az iskolában. Egyszerűen így nem terjed a fejtetű. Na de akkor hogyan terjed? Most, hogyha meg akarják tudni, hogyan terjed a fejtetű, írják be a Google-nak a képkereső programjába azt a szó összetételt, hogy touching heads, összeérintett fejek, vagy összeszorított fejek. Egyébként is, hogyha valakinek rossz kedve van, írja be, mert gyönyörű képeket fog találni. Rengeteget. Képzeljék el, ezek a kép, mutatok néhányat, látják? Ifjú pár, anyuka a kislányával, nagypapa az unokájával, a legjobb barátnők az osztályban, vagy ők egy harmadik világbeli, falubeli lányok. Nézzék meg ezeket a lányokat, hogy ketten közülük boldogan grimaszolnak, felszabadultan. Ők boldogok, mert olyan jó barátjuk van, akivel összeszoríthatják a fejüket. De itt a bal szélén ez a lány, ez szomorú, mert neki nincs olyan jó barátja, akivel összeszoríthatná a fejüket. Látják? Meghökkentő megnézni, a képek százait találják touching heads kulcsszóval, és miért mosolyognak ezeket a képeket nézve? Mert ezek a képek mind szeretetet, emberi szeretetet ábrázolnak. Látják? Ezek nem utálják egymást ezek az emberek. Úgyhogy bárki depressziós, képkereső, touching heads, és ez működni fog. Rengeteg emberi szeretetet fognak így találni. Úgy néz ki, hogy bármelyik emberi raszban, férfiak, nők, legkülönbözőbb életkorokban, mindenki tudja, hogy mit jelent ez a gesztusa az emberi testbeszédnek. Az emberi testbeszédnek ez a gesztusa a szeretet kifejezését jelenti. Akár nemi partnerek között, akár rokonok között, de látták még a legjobb osztálytársak vagy a legjobb kollégák között is konferencia fotókon megjelenik, akár orvostudományi konferenciákon. Két neves professzor összeszorítja a fejét, mert ők kollegiális szeretetet akarnak ezzel kifejezni. Nos, hogyha ez ennyire általános az emberben, akkor nyilván meg kell, hogy legyen az emberszabású majmokban is. Azért gondolom, hogy meg kell, hogy legyen, mert Charles Darwin írt egy könyvet, most nem a fajok eredetére gondoltam, egy másikat, sőt, több másikat is írt, írt egy nagyon híres könyvet a szeretet kifejezéséről. És képzeljék el, a könyvének egy mondatba összegezve az a lényege, hogy az emberszabású majmok, a testbeszéd vagy az arckifejezések ugyanolyan gesztusaival, ugyanolyan érzelmeket fejeznek ki, mint az ember. Ezért van az, hogy az állatkertben, ha megállnak a csimpánz ketrecelőt, vagy megnézik a gorillákat, akkor tudnak az arcukról olvasni. Látják, hogy melyik nevet, hogy melyik kapott éppen dürohamot, hogy melyik akarja elcsenni a másiknak a banánját. Tudnak olvasni az arcukról. Darwin óta tudjuk, hogy az emberszabású majmok ugyanolyan arckifejezéseket használnak, mint az emberek. Úgyhogy nézzük meg, hogy a csimpánzok
pontosan hogy is fejezik ki ezt a szeretetet egymás közt. Nos, itt van például egy ilyen csimpánz kölyök csapat, hát persze ez a kölyök csapat kicsit mesterséges, mert hogy fogságban levő kölykök, de fölismerik, hogy vannak köztük olyan párok, akik jóba vannak egymással. Megmutatom itt ezt a kettőt. Látják, az egyik ráteszi a haverjának a vállára a kezét, ugyanúgy, mintha embergyerekek lettek volna. Vállba veregetni a másikat, az nem egy agresszív, kicsit lekezelő talán, de semmiképpen se egy agresszív, mindenképp egy baráti gesztus. Ott föntebb pedig ketten vannak, aki az egyik csimpánz átöleli a másiknak a derekát. Értjük, hogy ez a szeretetről szól. De akár meddig nézzük őket mondjuk az állatkertbe, vagy én például írtam egy pár levelet a csimpánz viselkedés lexikon szerkesztőinek, úgy néz ki, hogy soha egyetlen csimpánz kutató sem természetben, sem fogságban nem látott olyat, hogy az emberszabású majmok a szeretetet úgy fejezték volna ki egymás iránt, hogy a fejüket összeszorították. Úgy néz ki tehát, hogy találtunk egy kivételt. Valamiért az emberszabású majmoknál hiányzik, és ez egy mélységesen és kizárólag emberi gesztus, a szeretetet, a pozitív emóciókat embertársunk felé a hajas tarkó összeszorításával kifejezni, például éppen selfie készítés közben, ami egy modernebb módja ugyanennek. Hogy lehetséges az, hogy találtunk egy ilyen kivételt? Hogy az ember csinálja ezt a kifejezésmódot a szeretetnek, az emberszabásúak pedig nem. Most úgy néz ki, hogy ugye onnan indultunk ki, hogy hogyan terjed a fejtetű. Úgy néz ki, mintha az ember a szeretteit célirányosan megfertőzné fejtetűvel. Hát így terjed a fejtetű. Jelzem egyébként, hogy az emberszabásúaknak nincsen fejtetű fertőzöttsége. Nekik is vannak tetveik, az orángutánt kivéve, de nekik csak egyféle van. Nekünk többféle van, és mi egy olyan mozdulattal fejezzük ki a szeretetünket embertársaink iránt, ami nem a ruhatető, nem a lapostető, kifejezetten a fejtető terjesztését látszik szolgálni. Mi lehet ennek az értelme? Mi lehet az evolúciós vagy adaptív értelme? A fejtetvek nyilvánvalóan ártalmas paraziták, noha igen kevéssé ártalmas paraziták. Ezt meg kell mondjam, hogy enyhe viszketésen kívül nagy gondot a gyerekeknek nem jelentenek. Az a kérdés, hogy lehettek-e a múltban szimbionták, vagy más szóval mutualisták. Tehát lehet-e, hogy az evolúciós múltunkban a fejtetű fertőzés pozitív dolog volt? Furcsa a kérdés, de akkor volna értelme megosztani szeretteinkkel a fejtetű fertőzéseket. Ha ez egy negatív, egy negatív hatású élősködő, akkor a dolognak nincs értelme. Most figyeljenek, próbálok párhuzamot vonni a kétféle közelrokon tetű között. A fejtető főként gyerekkorban terjed, a ruhatető minden életkorban. A fejtető gyakorlatilag soha nem terjeszt veszedelmes emberi mikróbákat, mikrobiális fertőzéseket. A ruhatető viszont potenciálisan halálos, letális fertőzéseket terjeszthet emberről emberre. A nagy kérdés tehát az, hogyha az emberek gyermekei gyerekkorukban fejtetű fertőzöttek, kialakulhat-e egy olyan természetes védettségük tetvekkel szembe, ami egyfajta keresztrezisztencián alapulva hatékony védelmet biztosíthatna ruhatetvekkel szembe. Ez ugye mikor lenne lehetséges? Akkor lenne lehetséges, ha volna a tetvesség ellen immunválasz. Na de immunológiából azt tanultuk, hogy az immunológiai védelem az a testbe behatoló idegen anyagok ellen van. Ezek meg ektoparaziták a testbe. Van ektoparaziták ellen immunológiai védelem? Hát természetesen van, ugyanis ezek a jószágok vérszívóak. A vérszívás pedig nagyon nehéz mesterség, először nyálat kell bejuttatni a vérszívó rovarnak a sebbe, a nyálban fehérjék vannak, amelyek manipulálják a helyi vérkeringést, érzéstelenítést okoznak, és egy csomó fontos fehérje hatóanyagot tartalmaznak, és ha ez sikeres, akkor tudnak utána vért szívni. Magyarán a vérszívás fontos része, hogy testidegen fehérjéket juttat be a rovar,
az emberi bőrbe. És hogy ez milyen immunreakciókat okozhat, vagy milyen gyulladást okozhat piciben, azt egy szúnyogcsípés után vakarózva bármelyikük tapasztalhatta már szép nyári estéken. Igaz? Azért ott van egy élettani reakció. Mire? Arra, hogy testidegen fehérjék lettek a testbe fecskendezve, és igen, minden jel szerint, kísérletes eredmények szerint is, vérszívó tetvek ellen van immunológiai válaszreakció, az emlősök, hát persze többet tanulmányozták laboregereken, házi nyulakon és kevésbé embereken, de tudjuk, hogy az emlősök hatékony immunválaszt képesek kifejleszteni hosszú idő alatt, nem egy-egy vérszívás után, de hosszú hónapok vagy évek alatt a vérszívó tetvekkel szemben. Tehát reális azt gondolni, hogy a fejtetvesség azért szűnik meg spontán módon is, orvosi beavatkozás nélkül is, vagy szülői segítség nélkül is, a gyerek 12-14 éves koratáján, mert addigra az immunrendszere elég érett lesz ahhoz, hogy önmaga felszámolja a fertőzöttséget. És az a nagy kérdés, hogy lehetséges-e, hogy a gyermekkorban fejtetvesség ellen szerzett immunológiai védelem, ha nem is teljes hatékonysággal, de legalábbis valamilyen arányban, valamilyen valószínűséggel csökkentse a felnőttkori ruhatetvesség esélyét. Ha igen, akkor értjük a dolog evolúciós mechanizmusát, mert hiszen a ruhatetvesség emberre halálos mikrobiális fertőzéseket közvetíthet. Kérdés az, hogy ezek a fertőzések mennyire voltak fontosak? Magyarán mennyire elős szelekciós nyomást gyakoroltak az emberi népességekre evolúciós történetünk során? Ha megnézik ezt a klasszikus három betegséget, amit ruhatetveknek szoktak tulajdonítani, ezek háborús időszakokban félelmetes járványokat okoznak. Háború idején ezek a fertőzések, és most mondjuk a 20. század közepéig, tehát nem feltétlenül a drónhadviselésre gondolok a mai időkben, de mondjuk legalábbis a II. Világháborúig, ezek a fertőzések háború idején tulajdonképpen több áldozatot öltek meg, mint maguk a fegyverek. Háború idején rendszerint a járványok gyilkosabbak, mint a fegyverek. Oké, a tífusz, a kiütéses tífusz, a lövészárokláz és a visszatérő láz újra meg újra megtizedelte az európai népességet, vagy a világ népességet, mikor melyik hogyan tűnt fel. Háborús idején tömeges menekülés, nyomor és nyomor időszakában. És van egy negyedik betegség itt. Az újabb kutatások egyre valószínűbbé teszik, hogy a klasszikus középkori pestis az a tankönyvi állításokkal ellentétben alapvetően nem egy bolhák által terjesztett fertőzés volt. Nyilván bolhák segítettek abba, hogy a fertőzés átugorjon patkányról emberre, de utána emberről emberre, már most a tüdőpestis kivételével, a pestis nem annyira bolhák, sokkal inkább ruhatetvek által terjesztett betegség volt a középkorban. Ha tehát az a kérdés, hogy ezek a fertőzések kellően nagy szelekciós nyomást gyakoroltak-e az őseinkre, világszerte és Európa szerte, hát számokban nem tudom kifejezni, de idehoztam néhány híres festményt. Például tudjuk azt, hogy Napóleonnak a Moszkvából Párizsig hazafelé vonuló hadserege, a Grand Army, ami nagy részt oda veszett. Ugye a történészek szerint ezek a katonák éhen haltak és megfagytak a végeláthatatlan orosz hómezőkön, túlnyomó többségükben. De ha ma a tömegsírokat föltárják, és van rá példa, tehát megteszik, és az emberi fogakból DNS fragmentumokat analizálnak, akkor kiderül, hogy ezeknek a katonáknak közel a fele ruhatetvek által terjesztett lövészároklázban és visszatérő lázban szenvedett, magyarán visszavonulás közben 40 fokos lázuk volt. Most akkor az éhénység ölte meg őket, a hideg ölte meg őket, vagy a ruhatetvesség ölte meg őket? Nem lehet ezt így külön-külön elmondani, de az biztos, hogy tetvesebbnek lenni a sokkal nagyobb veszély volt, például
ebben a hadseregben. De hát a középkori pestisről is egy számot talán mindenki tud, több hullámban Európa szerte a pestis kiirtotta a középkorban a lakosság több mint 40%-át. Tehát nagyon erős szelekciós nyomás hatott az őseinkre, és bármi kedvező lehetett, az evolúció mindennek kedvezhetett, ami csökkentette a valószínűségét annak, hogy az ember elkapja a ruhatetvek által terjesztett mikrobiális fertőzéseket. Nos, tehát röviden összefoglalva azt gondoljuk, hogy a közelmúltig egy szimbiotikus, mutualista partner lehetett a fejtetű, azért, mert keresztrezisztenciával valamennyi védettséget biztosított a ruhatetvesség és a ruhatetvesség által terjesztett halálos kórokozókkal szembe. És hát a dologban az az érdekes, hogy a mai világban ez a helyzet már rég nem áll fent, legalábbis a fejlett, gazdag, jó egészségügyel bíró országokban, a harmadik világban helyenként még más a helyzet, és mi továbbra is ugyanúgy terjesztjük a szeretteink között a fejtetvességet, mint hogyha az valami ritka, érdekes, fontos és szeretteinkkel megosztani való ritka kincs lenne, vagy hasznos dolog lenne. Oké, tehát ha így van, ha ez a hipotézis helyes, akkor ez egy múltbeli viszonyokhoz való alkalmazkodás, és nézzék meg, óvodákban, iskolákban, világszerte, de Magyarországon is a legelterjedtebb gyerekkori fertőzés, a fejtetvesség. Ezt talán nem mindenki látja át könnyen, mert szülők hagyományosan irtóznak tőle, szégyellik és titkolják, de mégis ez a realitás. Nos, ez volt tehát az egyik ilyen történet, amivel szerettem volna példát mutatni arra, hogy hogyan lehet egy evolúciós interpretációba belehelyezni egy fertőzés mai elterjedtségét. És szeretnék egy másik ilyen evolúciós hipotézist is mutatni, talán még belefér az időmbe. Ez pedig arról szól, hogy a testünkben élő különböző lények, mutualisták, vagy olykor paraziták, számunkra hasznos, vagy éppen számunkra kedvezőtlen fertőzések. Virulenciája, magyarán annak mértéke, hogy milyen mértékben ártanak, vagy használnak a testünknek, ez hogyan változhat fakultatív módon. Tehát legtöbbször úgy gondolunk a mikróbákra, hogy azok valami borzasztó és mindenféle fertőtlenítő szerekkel elpusztítandó lények. Persze, aki egy hajszállal műveltebb az átlagembernél, az tudja, hogy vannak számunkra nagyon hasznos mikróbák is. Például árusítanak probiotikumokat, kefíreket, mert ugye vannak a jóbacik, akik elősegítik a létünket, az emésztésünket, az egészségünket, és őket nem akarjuk kiirtani a antibiotikumokkal vagy más eszközökkel, mint a rossz bacikat. Most arról szeretnék itt beszélni, hogy egy bennünk élő mikróba az milyen stratégiát mutat velünk szembe, hasznunkra vagy kárunkra válik, az fakultatívan változhat, mint valamiféle viselkedési döntés. Általában, ha a virulencia evolúciójáról van szó, akkor mondjuk fajok közötti összehasonlításban van egy olyan jól ismert jelenség, hogy ha a gazdafaj egyedei nagyon rövid életűek, akkor a kórokozók virulensebbek. Ha a gazdafaj egyedei hosszú életűek, akkor a kórokozói kevésbé virulensek. Miért előnyös ez a különbség a kórokozóknak? Egyszerű belátni, ha az a gazda egyed így is úgy is rövid időn belül el fog pusztulni, akkor rövid időn belül maximálisan ki kell zsákmányolni. Ez jelentheti a sikert. Ha viszont egy gazda egyed hosszú ideig élhet potenciálisan, akkor talán nem éri meg olyan gyorsan kizsákmányolni egészen rövid idő alatt, hiszen egy hosszú életű, egészséges gazda egyedből éveken, évtizedeken át az a fertőző baktérium vagy vírus talán sokkal hatékonyabb terjed,
hatékonyabban terjedhet, mint hogyha gyorsan kizsigerelné a gazdaszervezet például a megfertőzött embertestét. Fajok közötti összehasonlításban tehát ez egy jól ismert jelenség. Mi azonban tudjuk, hogy egészségére, hogy vannak például opportunista kórokozók, amelyek itt élnek mindnyájunk testébe, de néha egy-egy emberben mégis betegséget okoznak, miközben a többségben nem okoznak betegséget. Tehát vannak olyan baktériumok és vírusok, amelyek fakultatívan változtathatják a viselkedési stratégiájukat, ugyanazok az egyedek, ugyanazokban a gazda egyedekben élve. Most tehát arról fogunk beszélni, hogy mi történik, hogyha úgy szemléljük a bennünk élő baktériumokat, mint amelyek képesek ilyen döntéseket hozni arról, hogy hogyan viszonyuljanak hozzánk a gyors és drasztikus hirtelen kizsákmányolást, vagy az enyhe kizsákmányolást, sőt a gazdaszervezetnek való haszonhajtással a hosszú-lassú haszonszerzést részesítik előnybe. Példaképpen hoztam ide a lambdafág esetét, amit talán sokan ismernek mikrobiológia tanulmányokból. Átugornám, mert hosszas, és mert szalad az időnk. Hadd beszéljek egy pár szót a humán mikrobiomról. Tehát az emberben, mondjuk egy egészséges emberben él körülbelül 1,5-2 kilogrammnyi baktérium, valamint gomba és vírus, amelyek gyakorlatilag egy egészséges emberben vagy neutrális jellegűek, hatástalanok, vagy kifejezetten hasznot hajtanak a megfertőzött embernek, magyarán az egészséges embernek, mint önök vagy én. Milyen előnyöket szolgáltatnak a mikrobiom fajai az embernek? Fölsoroltam néhányat, gátolják a patogének megtelepedését, befolyásolják az immunológiai folyamatokat, méghozzá kedvező irányba, csökkentheti karcinogén, magyarán a rákkeltő anyagok termelődését, elősegítik az emésztésünket. Ez egy csomó szolgáltatás, amit ők nyújtanak a mi szervezetünknek. Lényeges kérdés, hogy ez számukra költségekkel bír. Evolúciós értelembe vett költségekkel, például azzal, hogy csökkenteniük kell a saját szaporodásukat. Nem szaporodhatnak olyan intenzíven, amilyen intenzíven tudnának, ha jobban kizsákmányolnák a testünket. Persze a bennünk élő mutualista, szimbiotikus jellegű baktériumok nem csak előnyöket szolgáltatnak nálunk, számunkra hátrányokkal is szolgálnak, hátrányokat is okoznak nekünk, de a dolog definíció szerint, vagy még egy egészséges ember mikrobiomjában úgy áll, hogy az előnyök sokkal jelentősebbek, mint a hátrányok. Fontos megjegyezni, sok közülük opportunista patogén. Magyarán bizonyos alkalmakkor képesek átváltani a sokkal intenzívebb kizsákmányolásra, fölhagynak a testünknek, a gazdaszervezetnek kedvező szolgáltatások nyújtásával, és átválthatnak sokkal intenzívebb szaporodásra. Most innentől a mondani valómat szeretném az aranytojás tojó tyúk meséjével illusztrálni. Ugye az aranytojás tojó tyúk meséjét talán mindenki ismeri, arról van szó, hogy az ostoba ember az este megéhezik, és levágja az aranytojás tojó tyúkot, és pillanatnyi haszonért feláldozza azt a hosszú távú előnyt, amit neki napról napra ez a tyúk tojt. Nos, biztos-e, hogy olyan rossz dolog levágni, olyan rossz ötlet, vagy logikátlan, vagy buta döntés levágni az aranytojás tojó tyúkot? Nos, a mi érvelésünk arról szól, hogy ha az a tyúk már nagyon öreg, nagyon beteg, és úgy se érné meg a másnapot, akkor egyáltalán nem egy logikátlan, egyáltalán nem egy haszontalan döntés levágni még ma este és megfőzni ezt a tyúklevest belőle. Érték? Tehát megkímélni az ő hosszú távú jólétét, életét, az csak addig okos döntés, ameddig ő képes még hosszú ideig élni. És hát bizony ezen a logika mentén azt a hipotézist szeretném elmesélni, hogy úgy néz ki,
hogy sok jelenség az emberi egészség, betegség, élet vagy halál kapcsán értelmezhető-e logika mentén. Hát ha az ember életkilátásai romlanak, és ebben a hasonlatban bizony az ember az aranytojás tojótyúk, tehát hogyha az ember életkilátásai romlanak, például azért, mert embertársunk már nagyon-nagyon idős, már semmiképpen sem élhet nagyon sokáig, vagy az illető nagyon beteg, nagyon súlyosan megsérült, egy nagyon súlyos fizikai sok érte a testét. Nos, akkor lecsökkennek az életkilátásai. És ha a benne élő mikrobiális közösségek erről értesülnek, erről mindjárt kitérek, hogy vajon értesülhetnek-e, tehát ha ezt megtudják a bennünk élő mikróbák, akkor az ő érdekük megváltozik. Egyikük, másikuk esetleg úgy dönthet, hogy már nincs sok esélye az őket körülvevő emberi lénynek egy hosszú és egészséges élettartamra, és akkor jobban megéri minél gyorsabban, minél hevesebben kizsákmányolni azt az emberi testet, mert hosszú időre már nem lehet számítani. És ha bizonyos mikróbák áttérnek erre a megváltozott stratégiára, az azonnali és radikális kizsákmányolásra, ez tovább rontja az emberi életesélyeket, kilátásokat, és ez arra fog késztetni újabb meg újabb baktériumfajokat, hogy szintén megváltoztassák a viselkedési stratégiájukat, a virulenciájuk mértékét. Kialakulhat tehát egy jelenség, amit mikrobiom zendülésnek, ezen a néven terjedt el, mikrobiom zendülésnek nevezhetünk, az életünket végigkísérő, számunkra mutualista vagy szimbionta, számunkra kedvező mikrobiális közösség egyik napról a másikra megváltoztatja a stratégiát, és a testünket durván kizsákmányoló, azonnali hasznot maximalizáló közösségi alakulát. Oké? Ezt értjük mikrobiom zendülésen. Ami egy elég hárborzongató lehetőség. Ugye mikor várható ilyen dolog? Akkor, amikor az ember mortalitása, más okokból várható mortalitása nagyon nagy esélyű. Ennek két életszakasza van. Egyrészt az újszülött kor, látják az ábrán, az újszülöttek nagyon magas mortalitást mutatnak, még a mai modern egészségügy mellett is. És hogyha valaki túlélte élete születése utáni első pár napot, hetet, akkor nagyon megnőnek az életesélyei, és utána az életkorral logaritmikusan nő a halálozás esélye, a függőleges skála az logaritmikusan van skálázva. Tehát ilyesfajta ilyen mikrobiális zendülésre mikor lehet számítani? Újszülött korban és a nagyon idős korban, de mondom, ha másokból például súlyos betegség, súlyos sebesülés esetén, köztes életkorokban is természetesen. A kérdés az, hogy a mikrobiom honnan értesülhetne arról, hogy az őket körülvevő emberi test nagy bajban van, halálos veszélyben van, kétséges a túlélése. Egyrészt az immunrendszeren keresztül. Az immunrendszerünk állapota, működése az jól tükrözi az általános egészségügyi állapotunkat, és nyilvánvaló, hogy az immunrendszerünk kapcsolatba áll a mikrobiommal. A másik, az pedig az úgynevezett bélidegrendszer. Ez egy egészen különös rendszer, most a részleteit nem mondanám el, arról van szó, hogy az emberi testben a központi idegrendszer után az idegsejtek második legnagyobb sűrűsödése az a bélcsatornánkban van. Ezt hívják bélidegrendszernek, ami egy kicsit nagyzoló kifejezés. Minden esetre a bélcsatornánkban egészen különösen nagy mennyiségű idegsejtet hordozunk, amelyek mennyiségükben vagy tömegükben mondjuk a gerincvelőt megközelítik. És ez a bélidegrendszer kapcsolatban van egyrészt egyik oldalról a központi idegrendszerrel, másik oldalról pedig közvetlen fizikai kontaktusban van a bélcsatornánkban élő mikrobiommal. Mert az emberi mikrobiom, biztos tudják, nagy része a bélcsatornában található. Korántsem a teljessége, de a nagyobbik része. Van tehát egy idegrendszeri kapcsolat. A bélcsatornánkban élő baktérium massza és a központi idegrendszerünk között. Magyarán azt gondoljuk, hogy elképzelhető, hogy a bennünk élő mikrobiom információt gyűjt arról, hogy milyen állapotban vagyunk. Érdemes-e még szolgáltatásokat nyújtani azért, hogy meghosszabbítsák a mi életünket, vagy áttérjenek az azonnali kizsákmányolás stratégiájára.
Az ember egy egészen különös faj sok szempontból, de az egyik szempont az öregkor. Képzeljék el, emberben van egy posztreproduktív életszakasz, amikor már nem szaporodnak az emberek, időskornak, öregkornak hívják, kevésbé udvariasan. Ilyen életszakasz gyakorlatilag az állatvilágban nincsen. Az állatok addig élnek, ameddig szaporodnak. Az emberben viszont úgy tűnik, hogy van egy egészen különös életszakasz, és úgy tűnik, hogy ennek van adaptív jelentősége. Mi az adaptív jelentősége életben maradni, még akkor is, amikor időskorunk miatt már nem tudunk szaporodni? Alapvetően két motivumot mondanék. Az egyik a nagyszülői szerep, gyakorlatilag ismeretlen az állatvilágban. Nincs nagyszülő-unoka kapcsolat. Olyan van, hogy például testvérek segítenek utódokat létrehozni és fölnevelni a szüleiknek. Oké. De hogy a szülő szülője nevelje az unokát, állatvilágban ismeretlen, az emberi társadalmakban ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy az idős korosztály, hát különösen a nagy jelentősége volt ennek ugye az írás tudás, meg az internet, meg a Facebook felfedezése előtti korszakoknak, de az idős korosztály a társadalmak bölcsességének és tudásának egy információ gyűjtő, tároló és terjesztő szegmense a társadalomnak. A bölcsességet, a tárgyi tudást hagyományosan az emberek az idős embertársaiktól szerezték. Na tehát, ha emberben szelekció folyik arra, hogy nagyon sokáig élhessünk, akkor mi lehet ennek a titka? Hát az, hogy valószínűleg félre kell tájékoztassuk a baktériumainkat. Tehát akkor is, ha betegek vagyunk, akkor is, ha idősek vagyunk, valahogy mindig üzenni kell a baktériumoknak akár hamis üzenetet, hogy fiatalok vagyunk és jók vagyunk. Jó volna tudni, hogy ez hogy zajlik, de merőben hipotézisekről beszélek. Itt megemlítenék alternatív hipotézist is, mert hogy nyilvánvaló, hogyha valaki nagyon idős vagy nagyon legyengült, akkor benne élő kórokozóknak pusztán ettől megnőhet a patogenitása. Reméljük, a jövőben tisztázni fogjuk, hogy a két jelenség párhuzamosan létezik, vagy csak az egyik létezik. Nem tudom. Mindenesetre, hogyha a bennünk élő életünk során számunkra hasznos, mutualista, szimbionta, mikrobiom tud ilyen stratégiaváltást csinálni, az a sok, ma még megválaszolatlan kérdésben segíthet. Az egyik megmagyarázhatja azt a ma hagyományosan tudománytalan nézetnek, de társadalmilag ismert nézetnek tartott dolgot, hogy az emberek meghalhatnak pusztán attól, hogy már nagyon idősek. A köznyelv végelgyengülésnek hívja ezt a jelenséget, mindenki tudni véli, hogy ilyen van, miközben a klasszikus orvostudomány ezt nem ismeri el. Egy halotti jelentésbe se lehet hivatalosan beírni, hogy valaki végelgyengülésben halt meg, mert ilyen betegség nincs. Miért nincs? Mert nem tűnik fel a szervezetében például semmi olyan kórokozó, ami korábban nem lett volna ott. Én azt gondolom, hogy azért nem, mert ilyenkor az itt elmondott hipotézis szerint a benne normálisan egész életes során előforduló mikróbák változtatták meg a viszonyukat ehhez a nagyon idős emberhez. Vagy megérthetjük például azt, hogy mi az a szepszis, és miért úgy működik, ahogy működik. Ugye a szepszis során is arról van szó, hogy olyan szerveket árasztanak el a mikróbák, amely szerveknek, például a véráramnak sterilnek kellene lenni. És akár ugyanazok a mikróbafajok, amelyek az illetőben egész életében jelen voltak, a szepszis során elárasztják a véráramot, meg más egyébként steril, optimálisan steril szerveket, és ebben az esetben az illető meghal. Vagy megérthetjük például azt a jelenséget, hogy miért van az, hogy a végstádiumú rákos betegek nagyon gyakran a közvetlen halálokuk a szepszis. Azt gondoljuk, hogy lehet, hogy azért van, mert annyira rossz fizikai állapotba kerültek, hogy a bennük élő mikróba tömeg egy ilyen mikrobiom zendülést mutat, és ez okozza az ember halálát. Nos, egy halvány figyelmeztetés itt a történetem végén, hogy ez a két ilyen példamese vagy tantörténet a tetvekről, hogy talán az egyik tetű változatot mi kijátsszuk a másik tetű változattal szembe, hogy a számunkra kevésbé veszélyessel éljünk együtt életünk során, vagy ez a mostani történetem a mikrobiom zendülésről, ez hipotézisek.
Nagyon sok tény alátámasztja őket, de könnyen lehet, hogy holnap jön egy jobb hipotézis, ami majd még pontosabban illeszkedik az ismert tényekhez. Ezek tehát pillanatnyi legjobb elképzeléseim arról, hogy ezek a jelenségek hogyan működnek, de ne tekintsék semmiképpen se egy végleges tárgyi tudásnak. Köszönöm szépen a figyelmet. További szép napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatóságot, és köszönöm a meghívást a Boldogkövi professzor úrnak. Én génterápiás eljárásokról fogok beszélni, különös tekintettel az eljárásoknak arra a részletére, ami lehetővé teszi a terápiás géneknek a célsejtek genomjába való bejuttatását. Röviden bevezetésképpen a génterápiáról néhány dolgot szeretnék mondani. Génterápia tulajdonképpen olyan terápiás eljárásoknak a gyűjtőneve, ahol a beteg sejtjeit vagy a betegbe bejuttatandó allogén eredetű sejteket genetikailag módosítjuk, vagy a génjeiknek, specifikus génjeiknek a működését irányítottan befolyásoljuk. Itt az előadás keretében azokra az eljárásokra fogok fókuszálni, ahol valódi genetikai módosítás történik. Általában ezektől várhatunk permanens terápiás hatást egyébként. A célja olyan új terápiás eljárásoknak a kidolgozása, általában nagyon súlyos kórképekre, amelyekre konvencionális gyógymód nem elérhető. Jelenleg kizárólag szomatikus lehet a génterápia, tehát csak a testi sejteknek a genetikai módosítása megengedett, az emberi csíravonal módosítására nincsen mód. Szűrni lehet esetleg beteg családok vagy betegséget hordozó szülők esetében a születendő gyermeket embrionális korban lehet szűrni, vagy in vitro lehet segítkezni a létrehozásában, de módosítani olyan módon emberi lény nem megengedett, hogy az ivarvonal is módosuljon. Alapvetően két fő csoportja van a génterápiás eljárásoknak, az in vivo és az ex vivo génterápiák. Az in vivo génterápiák esetében a genetikailag módosítandó célsejteket a beteg szervezetében, in vivo az eredeti helyükön próbáljuk meg elérni és genetikailag módosítani. Az ex vivo génterápia esetében a betegből származó vagy donorból származó célsejteket a szervezeten kívül ex vivo módosítjuk genetikailag, és majd ezeket visszajuttatjuk a beteg szervezetébe. Az ex vivo génterápiás eljárások dominálnak egyébként a génterápiás eljárások körébe. Az ehhez általában használt, legtipikusabban használt természetes sejttípusok, a hematopoietikus stem sejtek, illetve a T-sejtek. Ezen kívül egyéb sejtípusokkal is folynak preklinikai vizsgálatok, ezek közül egyet meg fogok említeni később, illetve mesterséges sejtípusokkal úgy szintén folynak ilyen preklinikai kísérletek. Gondolom mindenki hallott már az indukált pluripotens őssejteknek a történetéről. Nem olyan régen Shinya Yamanaka kapott ezért Nobel-díjat. Gyakorlatilag ez lehetővé teszi azt, hogy egy testi terminálisan differenciált sejtből újra stemsejt tulajdonságokkal rendelkező sejtet hozzunk létre, majd ezt a sejtet differenciáltassuk olyan irányokba, amelyek terápiás szempontból jelentős sejtpopulációkat hozhatnak létre, és ezek között például olyan sejtpopulációkat, amelyeknek a kinyerése igen nehézkes lenne egy emberi szervezetből, például idegsejtekre, hogyha gondolunk. Ezzel a módszerrel bősejtekből lehet akár idegsejteket létrehozni, genetikailag módosítani és terápiás célra használni. Ezek az eljárások sincsenek még egyenlőre klinikai tesztek szintjén, ezek preklinikai állatkísérletek szintjén vannak. Tehát amiről most beszélni fogok, azok olyan eljárások, amelyek már a klinikai tesztek szintjén megjelennek általában.
Az ex vivo génterápia, ahogy mondtam, ez dominál tulajdonképpen az alkalmazások között. Ez az ábra egy ilyen ex vivo génterápiás eljárás mutat be, és mellesleg azt is szemlélteti, hogy a hematopoietikus őssejtek miért az egyik tipikus, leggyakrabban használt sejtpopuláció ex vivo génterápiában. Ezek az őssejtek a csontvelőbe találhatóak, gyakorlatilag az összes vérsejt populáció ezekből származik. Amennyiben itt könnyű elképzelni, tehát ezekhez rengeteg különböző betegség kapcsolódhat. Amennyiben ezek a hematopoietikus őssejtek olyan genetikai hibát hordoznak, hogy ez a differenciálódás nem minden irányba történhet meg, vagy esetleg olyan hibát, ami a már differenciálódott, kialakult vérsejt populációknak kat, vagy akár a teljes vérsejt populációt sújtja, ebből nagyon súlyos betegségek alakulhatnak ki. Ezek általában egyébként immun problémákkal járnak. Itt egy olyan esetet mutatok be, ahol a T, NK és B sejtek hiányoznak, gyakorlatilag itt megtört ez a differenciálódási útvonal egy génhiba miatt. Ide tartoznak például a SCID betegségek, ez a Severe Combined Immunodeficiency tünetegyüttes. Az ilyen betegeknek gyakorlatilag nincs szerzett immunitása, ezek a betegek egy éves koruk alatt, tehát az első életévben meghalnak általában. Egy nagyon híres ilyen beteg volt David Vetter, aki 1971-ben született az USA-ban. Ő 13 éves koráig élt, egy steril fólia sátorban töltötte az életének ezt a 13 évét. A születése után rögtön berakták ebben a steril környezetbe. Azt remélték, hogy a nővérétől kaphat majd hematopoietikus stem sejteket. De aztán később kiderült, hogy ezek a sejtek az ő testével nem kompatibilisek, így nem kaphatta meg, addig, amíg a transzplantációs technológiák nem fejlődtek olyan szintre, hogy ezt mégis megmerték kockáztatni. Viszont sajnos ezekből a stem sejtekből, amit a nővérétől kapott, akik a génhibát nem hordozták, ez egy X-kromoszómához kötött génhiba volt egyébként, volt egy lappangó EBV fertőzés, és ez David Vetter elpusztította sajnos, meg elhunyt 13 éves korában. Az ő életéről és egy másik hasonló betegnek az életéről szól ez a Bubble Boy című film, ami John Travolta-nak az egyik első filmje volt egyébként. Hát az ő korában sajnos még génterápiás lehetőségek nem álltak készen az ő gyógyítására. Hát ma már meg lehet azt tenni, hogy ezeket a stem sejteket in vitro, illetve ex vivo a szervezetből kivéve megfertőzzük, általában ezt vírussal szokták, illetve a legtöbb tesztben virális génbevitel történik, egy olyan retrovírussal, ami beviszi a hiányzó gént a szemsejtekbe, ezeket visszaültetjük a betegnek a szervezetébe, akkor a terápiás gént hordozó klónok képesek a hiányzó sejtpopulációkat létrehozni. Hát így ez egy tipikus példája az ex vivo génterápiás eljárásoknak, hematopoietikus őssejtek használatával. Itt összefoglalom, tehát azt említettem, hogy ezek általában immunhiányos tüneteket produkálnak ezek a génhibák, ezek általában egy-egy génnek a hibái. Az előbb említett eset, David Vetter esete is ide tartozott, ő is egy X-kit páciens volt. Ez egy X-kromoszomához kötött rendellenesség, konkrétan az interleukin 2 receptor gamma láncát érinti egy génhiba, egy másik az ADA-SCID, adenozin deamináz enzim defektus, ez kivételesen ez nem egy X-kromoszomális betegség, szintén X-kromoszomális a Viscott-Aldrich szindróma. A Viscott-Aldrich fehérje az egy signalingban résztvevő fehérje, gyakorlatilag a teljes vérsejt populációt érinti a hiánya, de a legsúlyosabb probléma az immundeficiencia itt is ezeknél a betegeknél. Egy következő ilyen hasonló betegségcsoport a chronic granulomatous disease. Itt gyakorlatilag az oxidatív antimikrobiális aktivitása sérül a
az öröklött immunitás sejtjeinek. Tehát itt a NAD-foszfát oxidáz komplexnek az egyik komponense hiányzik, általában ez is általában X-kromoszómához kötött probléma. Tehát az esetek többségében ezek monogénes és többségében X-kromoszómához kötött betegségek. És sajnos, ahogy David Vetter esetében sem, a páciensek kevesebb, mint 20%-ánál elérhető a HLA kompatibilis hematopoietikus őssejt donor. És még ha kompatibilis donor van, akkor is gyakori a Graf versus host betegség, és ami gyakran a beteg halálával végződik. Hát ami igazán jó megoldás lehet itt az, hogy a betegnek a saját őssejtjeit adjuk vissza, amelyeket előzőleg genetikailag korrigáltunk, illetve tehát a hiányzó gént bevisszük ezekbe az őssejtekbe, és ezekkel állítjuk helyre a betegeknek a vérképző rendszerét. Hát röviden csak összefoglalva, hogy a jelenleg az eddigiekben elindított génterápiás tesztek tömegében egyébként ez talán érdekes lehet, hogy rákos megbetegedések ellen kezelésére indultak. A monogénes betegségek a második helyen vannak, az előbb említett immundeficienciák, fertőző betegségek is jönnek föl, és szív- és érrendszeri betegségek úgy szintén. A legtöbb klinikai teszt az USA-ban indult, illetve Kanadában, Észak-Amerikában, Európa a második helyen van, de jön fel Ázsia is, elég sok teszt indul az utóbbi időben Ázsiában is. Ahogy mondtam, a génbeviteli eljárásokra fogok fókuszálni az előadás során. Tulajdonképpen a leggyakrabban használt génbeviteli vektorok, általában virális vektorok, az adenovírus talán a legdominánsabban használt csoport. Erről nem nagyon fogok beszélni, mivel az adenovírusok nem integrálódó vektorok, tehát ők képesek bejuttatni a terápiás géneket a célsejtekbe, viszont integrálni önmaguktól nem integrálják a gazdaság genomjába ezeket a terápiás géneket. De gyakran tehát lehet ezt az eljárást hibridizálni egyéb rendszerekkel, egyéb rendszerekkel, amelyek képesek lesznek integrálni a transzgént. Az adenovírusok önmagukban nem. Vagy lentivírusok csoportja tulajdonképpen a másik nagyon dominánsan használt génbeviteli vektor csoport. Lentivírusok egyre gyakrabban kerülnek használatba, és elsősorban őróluk fog beszélni, illetve egy feltörekvő csoport a DNS transzpozonoknak a használatáról, ami egyre több. Jelenleg egyelőre 9 klinikai teszt indult a Sleeping Beauty transzpozonnal, de ezeknek a száma valószínűleg fokozódni fog. A retrovirális vektorok felépítéséről röviden, tehát hogy néznek ki, egy envelop burkolja a vírust, amiben az envelop glikoproteinek is helyet foglalnak, ezekkel jut be, ezek segítik tulajdonképpen a vírus partikulumnak a bejutását a célsejtbe, ezt az envgén kódolja, ezen belül található a kórfehérjék, ezt a GEG gén kódolja, illetve a reverse transzkriptáz, integráz és proteáz fehérjék, amelyeket itt jelölt gének kódolnak. A vírus retrovírusoknak két egyszálló RNS, kettős egyszálló RNS genomja van. Itt a transzgént is jelöltem, illetve a terápiás gént, ezt narancssárgával ebben a genomban. Egy vírus genom tulajdonképpen két inverted repeat, két long terminális repeat szekvenciával van szegélyezve. Ezek a long terminális repeat szekvenciák promóterként szolgálnak a vírus genom transzkripciójához integráció után. Ezeket a long terminális repeat régiókat három részre oszthatjuk, U3R és U5 régióra.
És a komplex retrovírusok, mint például a HIV esetében, még számos úgynevezett accessory gén is található ebben a genomban, amelyek a vírusnak az életciklusát szabályozzák, és néhány cis-ható elem, amelyek RNS szinten hatnak, mint például a C-packaging szignál, ez helyet kell, hogy foglaljon a vírus genomon, hogyha azt akarjuk, hogy az becsomagolódjon ebbe a kapszidba többek között. És tulajdonképpen az U3 elem a leglényegesebb a long terminális lipid elemei közül most a számunkra. Az U3 elem az egy erős enhancer promóter elem, a vírus transzkripció is innét indul. Tulajdonképpen úgy, hogy az R és az U5 határán áll meg a másik oldalon, de végül az integráció során ez az U3 ez ide másolódik az ötvesző oldalra, illetve az ötvesző U5 a háromvesző oldalra másolódik. Az integrációs mechanizmus egyébként. Hogy hogyan lehet ebből génterápiás vektort létrehozni, az a célja a génterápiás vektoroknak tulajdonképpen, hogy egy effektív génbevitel legyen, de újabb virális ciklusok ne induljanak el ezekkel a vírusokkal a célsejtben. Tehát amit tulajdonképpen gyógykezelni akarunk, nem szeretnénk, hogyha virális replikáció áldozata lenne. Tehát ezek egyszer integrálódó vektorok. Gyakorlatilag így néz ki a transzgént hordozó elem. Gyakorlatilag minden virális gén ki van belőle véve, egyedül a packaging szignál és még néhány fontos elem található meg rajta ahhoz, hogy bepakolódjon ez a vírus partikulumba. Hogy ne induljon újabb replikációs ciklus a kezelt sejtekben, ezért az egyéb virális fehérjéket kódoló géneket külön plazmidokon transzfektálhatjuk abba a sejtvonalba, amely tulajdonképpen a terápiás vírust elkészíti nekünk. Ez arra a garancia, hogy ne kerüljenek be a vírus genomba, ne vigyék ezt magukkal. De ez nem tökéletes megoldás, még jobb megoldás az, amikor ezek a gének eleve integrálva vannak egy sejtvonalba, egy úgynevezett csomagoló sejtvonalba, vagy packaging sejtvonalba. Így gyakorlatilag nincs esély arra, hogy ezek visszakerüljenek a terápiás vírusba, és újabb virális ciklus indulhasson el a célsejtekbe. Tehát integráció után ez így néz ki, az első vektoroknál gyakorlatilag a virális LTR volt szolgált promóterként a transzgének számára is. Tehát a vírusnak a saját promótere hajtotta a terápiás transzgént is. Hát ez gyakorlatilag így néz ki egy ilyen csomagoló sejtvonalban, hogyha transzfektálja az orvos vagy kutató a terápiás gént ezekkel az LTR elemekkel, akkor ebből egy vírus csomagolódik ebbe a sejtvonalba, ami nem tartalmaz más, csak a terápiás gént, fertőzhető vele a célsejt, és ott egy terápiás gént fogunk kapni, ami az LTR elemekkel van környezve, erről indul tulajdonképpen a terápiás gén transzkripciója, és jelen lesz a hiányzó fehérje a célsejtbe. Tehát így lehet egy ilyen monogénes problémát kezelni egy ilyen virális transzgénbevitellel. Egy másik lehetőség, ezeknek az LTR-oknak nagyon sok, tehát ezekhez nagyon sok probléma kötődik, ezt majd be fogom mutatni, nagyon súlyos mellékhatásai kötődnek a génterápiás eljárásoknak ezekhez a virális LTR-okhoz. Egy másik potenciális lehetőség, amit az előbb mondtam, ezek most indulnak, ezek a lehetőségek a DNS transzpozonok használata a vírusok helyett. Ez egy nagyon egyszerű struktúra, egy DNS transzpozon, két invertit terminális ripítje van közte, egyetlen egy fehérje foglal helyet, ami tulajdonképpen a ripítekre kötődik és mozgatja ezt a transzpozont. Hát ez szétszedhető, hogyha ebből génbevételi rendszert akarunk csinálni, ez szétszedhető két komponensre, az eredeti transzpozáz fehérje, ami mozgatja a transzpozont, kivehető egy másik plazmid komponensre helyezhető, és intransz lehet adni a rendszerhez, a helyére pedig egy transzgén vagy terápiás gén helyezhető az invertid lipidek közé, és gyakorlatilag a transzpozáz fehérje kötődik erre az invertid lipidekre, egy kivágódási, beékelődési cut and paste mechanizmussal kivágja a transzpozont, a transzgénnel vagy terápiás génnel, és a gazdasejtnek a genomjába integrálja, ahol a Sleeping Beauty transzpozon esetében egy TA dinukleotid szükséges csak ehhez.
Ez a Sleeping Beauty transzpozon volt az első emlősben is működő transzpozon. Izsvák Zsuzsa és Ivic Zoltán publikálta ezt egyébként 1997-ben. És 2009-ben sikerült ezt a transzpozont olyan aktivitásúra emelni, egy százszoros aktivitású transzpozász fehérje segítségével, hogy most már gyakorlatilag a virális génbevitellel egy szinten hatékony és génterápiás protokollokban használhatóvá vált 2009 óta. A veszélyekről beszéltem az előbb, a virális LTR-ok okozta veszélyekről. Ez egy modern génen szeretném bemutatni, hogy mit is, miről is van itt szó, milyen veszélyekről van szó. Ez most egy gén promóterét, enhancer elemeit és három exonját mutatom be. Gyakorlatilag a nyíl nagysága a génről képződő transzkriptum mennyiségét, tehát a transzkripció intenzitását jelöli. Tehát egy ilyen vektor, hogyha a promóter környezetébe integrálódik, akkor akár enhancerként hatva, és mondtam, hogy a virális LTR-nak az U3 eleme az egy erős promóter enhancer, meghajthatja a környezetében lévő gént. Hogyha belegondolunk abba, hogy ez lehet egy onkogén, vagy egy sejtciklus szabályozó gén, akkor mindjárt megértjük, hogy miért, milyen rizikói vannak a génterápiának. Hogyha beleugrik ez egy enhancerbe, például magába leválaszthatja, tönkreteheti az enhancert, le is csökkentheti a génexpressziót, vagy ami a gamma retrovírusoknál jellemző silencinget válthat ki, kondenzációját a DNS-nek, heterokromatinizációját, és ez úgy szintén egy expresszió csökkenéshez vezet. Poszttranszkripcionálisan is hathat a konstrukció splice helyei, poliás szignálja is keresztül tönkreteheti az eltalált génről képződő RNS. Tehát tulajdonképpen a leglényegesebb az ez. Ez okozza a problémákat, majd mindjárt meg fogom mutatni, ezek nagyon súlyos problémák egyébként tényleg. Tehát ez az LTR-oknak az enhancer promoter aktivitása és azoknak a géneknek az apregulálása, a transzkripcionális apregulálása, ahova ez a környezetébe betalál egy ilyen vektor. Röviden összehasonlítám a retrovirális, gamma, illetve lentivirális génbevitelt, a transzpozon alapú génbevitel, ez a piggyback transzpozon, ez egy nagyon hasonló, a Sleeping Beautyhoz hasonló, ez azóta létrehozott szintén nagyon aktív transzpozon rendszer. Mindegyiknek magas a hatékonysága. A transzpozonok kevésbé immunogének, de egyébként a retrovirális vektorok sem nagyon immunogének. Kevés fehérjéjük van ezeknek a rendszereknek. A transzpozonoknak főleg egyetlen egy fehérje van csak a rendszerben, ami rövid ideig kell, hogy jelen legyen, tehát nem nagyon immunogén. A gamma retrovírusok csak osztódó sejteket tudnak fertőzni, tehát a maghártya lebomlása szükséges ahhoz, hogy bejusson a fertőzni kívánt, illetve a célsejtbe, amiben szeretnénk a terápiás gént integrálni. A lentivirális vektorok már tudnak osztódó sejteket is fertőzni, transzpozon rendszerek szintén használ nem osztódó sejteket is fertőzni, transzpozon rendszerek szintén működnek nem osztódó sejtekben. Transzgéneknek a silencing-je, az előző ábrán mutattam a heterokromatinizációt a gamma retrovírusoknál viszonylag gyakori, a másik vektoroknál kevésbé gyakori. A transzgén mérete a retrovirális vektoroknál viszonylag limitált, 7-8 kilobázis körüli a bevihető transzgén. Ez lehet egy terápiás limitáció, a transzpozon vektoroknál ennél jóval nagyobb transzgének bevitele is lehetséges. És a káros mellékhatásokra rátérve, gyakorlatilag az integrációs mintázat az egyik fontos rizikófaktor. A gamma retrovírusokról tudjuk, hogy az ötvesző szabályozó régiókba szeretnek landolni. Tehát éppen közel is erős a transformáló képességük is a virális LTR régiónak, és ráadásul be is ugrik a gének szabályozó régióiba. Lentivirális vektorok génekbe ugranak gyakran, ez sem előnyös, tehát ők is potenciálisan a közelében vannak azoknak a géneknek, amelyeknek a működését megváltoztathatják. A Sleeping Beauty transzpozon ebből a szempontból a leg
barátságosabb, közel random integrációs mintázattal rendelkezik. A piggyback transzpozon valamivel ennél rosszabb kísérgének irányába hajlik az integrációs mintázat a genom szinten. Tehát, hogyha egy sejt genomjában számos integrációs helyet statisztikailag vizsgálunk, ezek statisztikai adatokból származnak ezek a gondolatok. A transformáló képesség, ez tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy milyen erős enhancer aktivitása, promóter aktivitása van annak a vektornak, elsődlegesen a vektor virális részének, de a kargónak is lehet ilyen aktivitása, de ez sokkal gyengébb, ezt majd látni fogjuk. Ez magas a retrovírusok esetében, viszont egy új fejlesztést tettek mostanában az úgynevezett színvektorokat. Ezekből kideletálódik integráció után a teljes U3 enhancer promoter régió, ezeknek jóval alacsonyabb a transformáló képessége. Egyelőre a klinikai tesztek eredményére várunk, hogy ez megoldja-e azokat a rizikófaktorokat, csökkenti, amiről majd mindjárt beszélni fogok. Ez a transformáló képesség a legalacsonyabb szintén a Sleeping Beauty transzpozonnál, az ő invertit terminális repeatjei azok alig-alig befolyásolják a környezetében lévő géneket. És mik is ezek a mellékhatások? Ugye az előbb már az onkogént említettem, hogy egy onkogénnek az expresszióját fokozhatja egy környezetében landoló terápiás vektor. Tehát ha most a hematopoietikus őssejt transzplantáció példájánál maradunk, hogyha kivesszük ezeket az őssejteket egy páciensből és egy retrovirális vektorral, fertőzzük őket, bejuttatjuk a terápiás géneket, gyakorlatilag egy divers integrációs mintázatot kapunk a beavatkozás elején. De ezek között már ott vannak azok a klónok, ahol olyan helyre ugrottak ezek a vektorok, hogy képesek potenciális sejtciklus szabályozó vagy proto-onkogén géneknek a működését upregulálni, ezeket túlhajtani, és ha ezeket visszaadjuk, akkor évekkel később, amit tapasztalunk, az ezeknek a klónoknak a túlzott, a dominanciája a betegből kinyert mintákba. Tehát ez egy erősen részrehajló integrációs mintázat, úgynevezett skewed vektor integrációs mintázat, amit később tapasztalunk. Ez már egy elég rossz jel. Általában ezek után gyakran a leukémiák megjelenése következik. Tehát ez is volt a helyzet tulajdonképpen az első gamma retrovírussal végrehajtott X-SKID klinikai tesztek esetében, ahol ilyen onkogének környezetében ugrott gamma retrovirális vektorok valóban hosszú távon leukémiákat okoztak. Akut limfoid leukémiát, például az LMO2 volt az egyik ilyen proto-onkogén, aminek a közelébe beugrott terápiás vírus ilyet előidézett. A Viscott-Aldrich szindróma esetében úgy szintén itt volt a limfoid leukémia, mieloid leukémia úgy szintén hasonló onkogének környezetébe. Ezek az eljárások egyébként, azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a betegeket meggyógyították, tehát az immundeficiencia az meggyógyult, évekkel később jöttek ezek a mellékhatások. Tehát a terápiás hatás az fantasztikusan jó volt. Viszont néhány év elteltével indultak ezek a mellékhatások, amiket a vektorintegrációk okoztak. A CGD esetében ugyanez történik. Itt még leukémiát egyelőre cikk szinten nem közöltek, de már ez a részrehajló skewed integrációs mintázat már látszik a cikkekből. Nagyon furcsa, hogy az ADA-SKID esetében viszont nem tapasztaltak ilyet, tehát ennek mindenféleképpen kell, hogy legyen valami protokoll-related, protokollhoz kapcsolódó háttér oka is. Az egyik ilyen lehetőség az, hogy mennyire van meglódolva a terápiás sejtpopuláció ezekkel a vektorokkal, mennyi az integrációs szám per sejt, mennyi olyan klón van jelen, ami potenciálisan káros integrációkat hordoz. Tehát, hogyha egy ilyen sejtben nagyon sok integráció van, akkor potenciálisan nagyobb a lehetősége a transformálódásnak, vagy egyszerre több gént is eltalálhatnak ezek a vektorok, tehát a transformáció hatékonyabb lehet. Igazából nem tisztázott, hogy mi ennek az oka, ez egy nagyon furcsa, meglepő dolog. A SKID esetében, ahol volt leukémia előfordulás, meglehetősen gyakori,
Azóta elindítottak egy második klinikai tesztet. Ez az első volt egy normál gamma-retrovirális teszt, ahol az interleukin 2 receptor gamma láncát egy normál, konvencionális retrovírus vektorról expresszálták, ahol a retrovirális LTR-nak az U3 enhancer promoter régiója hajtotta meg ezt a gént. Később elindítottak a negatív tapasztalatok után egy ilyen színvektort, amiről az előbb már beszéltem, ahol az U3 régió gyakorlatilag deletálva van, tehát a fő transformáló ereje a vektornak az ki van véve. És egy celluláris promoterről hajtják, egy endogén jellegű promoterről hajtják a terápiás gént. Hogyha megnézzük ezt az LMO locust, az LMO génnek az ötvesző reguláló régiója és környezetét, akkor látszik, hogy a vektor integrációs mintázat az tulajdonképpen nem változott meg, ez a vektor is dominánsan ugrott ebbe a régióba, és ezt nem is csoda, hogy nem tudták megváltoztatni ezzel a beavatkozással, ez az integráz és az integrációs mechanizmusokat nem változtatja meg. Tehát ez ugyanúgy beugrott ide. Ha azt vesszük, itt 2,5 év után kevesebb ilyen ugrás van, de a betegek száma is kisebb volt, tehát gyakorlatilag közel azonos mértékben ugrik ebbe a régióba be ez a második vírus is, viszont leukémiák eddig még nem fordultak elő. Tehát úgy tűnik, hogy az ugrási spektrum ugyan nem is változott meg, a vektornak a transformáló ereje annyira lecsökkent, hogy az elég ahhoz, hogy azonos időpillanatban nem volt leukémia. Ebben az időpillanatban már 10% leukémia incidencia volt az első klinikai tesztben, még a másodiknál nulla, és további fél év eltelténél, most 3 évnél járunk, és még mindig nincsen leukémia. Ott már 20% körül volt az első klinikai tesztben. Tehát úgy tűnik, hogy ez a két komponens, mind a kettő nagyon jelentős, a vektornak az ugrási spektruma és a transformáló ereje. Ez adja ezeket a káros mellékhatásokat. Ahogy mondtam, a transzpozon alapú transzgén, illetve terápiás génintegráció egy nagyon ígéretes lehetőség. Ezeknek az inverted repeateknek nagyon pici a transformáló ereje, és a Sleeping Beauty transzpozonnak az ugrási spektruma az nagyon barátságos, tehát nem részrehajló gének irányába. Hát ilyen kísérleteket mi is végeztünk, ahol a hiperaktív transzpozást használva emberi hematopoietikus őssejtekbe vittünk be markergéneket. Ilyen hematopoietikus őssejteket, 30-50% körüli génbeviteli hatékonyság volt in vitro tapasztalható, és immundeficiens egerekbe ezt visszatranszplantálva, xenotranszplantálva, a transzplantációk sikeresek voltak hosszú távú transzgén jelenlét mellett, és leukémia nem fordult elő. Meg kell jegyezni, hogy a gamma retrovirális vektorokkal már egérmodellben is tapasztaltak leukémiát egyébként. Ezzel a rendszerrel, a transzpozon rendszerrel nem. Említettem az előadás elején, hogy vannak más sejtípusok is, amelyeket be lehet hozni génterápiás protokollokba. Például a hepatociták, ez egy ilyen sejtpopuláció, amely szintén folynak kísérletek. Mi is itt Szegeden a laboratóriumunkban dolgozunk ezzel a rendszerrel. Ez a tirozinémia, egyes típusú tirozinémia a betegség, amiről szeretnék röviden szólni. Ez tulajdonképpen a tirozin lebontásának az útvonalában egy enzim defektus, ez az 5. enzim, a fumaril acetát hidrolázának a hibája. A tirozin lebontás dominánsan a májba történik, emlősökbe. És amennyiben ez az enzim hibás, az emberbe pontmutációk okozzák ezeket az enzim defektusokat, akkor az egyes típusú tirozinémia alakul ki, ami gyakorlatilag a beteg májsejtjeit elpusztítja, toxikus metabolitok, például szukcinil aceton fölhalmozódása miatt, ezek a betegek kezelés nélkül születés után nagyon gyorsan meghalnak. Kezelhető ez a betegség egy nitizinon vagy orfadin nevű szerrel, ami a második enzimet blokkolja ebbe a petvébe, így nem jut el a folyamat a toxikus metabolitoknak a kialakulásáig. De ez a hármas tirozinémia egyébként, aminek a tünetei lényegesen enyhébbek, tehát lehet konvertálni ezt a fatális betegséget egy jóval enyhébbé,
de még nincs elég tapasztalatunk az orvoslásban. Igazából a nagyon hosszú távú nitizinon kezeléssel kapcsolatosan betegekben, tehát ennek a betegségnek is a génterápiás megoldása érdekes lehet. A laboratóriumunkban mi is használjuk ennek a betegségnek az egérmodelljét. Itt nem pont mutációk szerepelnek, hanem ez egy géndeléció, a fumaril acetoacetát hidroláznak a delécióját hordozzák ezek az állatok, és a tirozinémia tüneteit mutatják. Tehát ha ebből beteg állatokból hepatocitákat izolálunk, és ezzel a transzpozonrendszerrel bevisszük a terápiás gént, hozzáadva a hiperaktív transzpozász fehérjét, akkor gyakorlatilag a gyógyszer megvonása után ezek az egészséges, genetikailag és fenotípusosan korrigált sejtek, ezek úgymond repopulálják a beteg állatoknak a máját. Ez egy olyan jelenség, ami az ex vivo vagy in vivo génterápiák egy bizonyos részénél tapasztalható. Itt a májban nagy mértékben látjuk viszont ezt a jelenséget. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a fenotípusosan korrigált sejtek azok szelekciós előnnyel rendelkeznek a szervezetben, és átveszik az adott szövetben a beteg sejtek helyét. Ilyenfajta szelekciós előnyt sok betegség esetében lehet tapasztalni. Ebben az esetben ez itt egy nagyon kifejezett jelenség. Ez azért jó, mert viszonylag gyönge, tehát nem rettentően robusztus génbevétel is elégséges lehet a terápiás hatásnak az eléréséhez. Ezt itt ebben a rendszerben a terápiás gént egy fluoreszcens M-cseri markergénnel kötöttük össze, amely egy ilyen vörös színt eredményez, megfelelő fénnyel megvilágítva. Itt jól látszik, hogy 10 héttel a génterápiásan korrigált hepatocitáknak a visszaadása után gyakorlatilag ezek a hepatociták szinte átveszik a szervben a helyét a beteg hepatocitáknak. Ezzel a cseri markergénnel tudjuk ezt nyomon követni. Egyébként látszik az állatoknak a testsúly változásaiból, hogy körülbelül 8-10 hét alatt azok az állatok, akiket génterápiásan kezeltünk, azok elérik a normál súlyukat, gyakorlatilag gyógyulnak a tirozinémiából, még a placebo kezelt állatok azok elpusztulnak 5 hét alatt körülbelül. Ugyanez a nőstény állatoknál a súlygörbe. Tehát ez egy használható terápiás eljárás a tirozinémia kezelésére. Az előadás elején említettem, hogy a legtöbb génterápiás teszt az rákos megbetegedések kezelésére irányul. Ezek közül egy eljárás szeretnék itt röviden bemutatni önöknek, ez az úgynevezett T-cell technológia. Itt gyakorlatilag a T-sejtek egy olyan antigén receptort kapnak, ami élesítve van egy sejtfelszíni antigénnel szemben. Tehát ez most áttértünk a monogénes problémákról a rákos megbetegedésekre. Tehát itt a génbevétel tulajdonképpen a szervezetből kivett T-sejt populációkban történik, akiket ezzel a génbevitellel, szintén ex vivo génterápiáról van szó, ezzel a génbevitellel célozni tudunk egy tetszőleges antigén ellen. Ezek az úgynevezett kiméra antigén felismerő receptorok, amiket a T-sejtbe bejuttatunk, általában antitest eredetűek. Hogyha bevisszük ezt a kiméra antigén receptort ebbe a T-sejt populációba sikeresen, és egy antigén prezentáló sejttel kokultúrába tartjuk, amelyet előzőleg besugarasztunk, hogy ne osztódjon. Ezeknek a felszínén az adott antigén MHC prezentált formája is jelen van. Ehhez kötődik a kiméra antigén receptor, és megfelelő koreceptorok jelenlétében
egy ilyen APC kokultúrában gyakorlatilag élesített antigén-specifikus T-sejteket lehet növeszteni. Tehát betaníthatóak in vitro ezek a T-sejtek valamilyen sejtfelszíni antigénnek a fölismerésére, és ezeket utána visszaadva a szervezetbe, az ilyen antigént a felszínén hordozó sejteket elpusztítják ezek az élesített T-sejtek. Ezek az antigének ebben az esetben természetesen olyan antigének, amik dominánsan a tumorokon fordulnak elő. Ezt az eljárást jelenleg leginkább B-sejtes leukémiák kezelésére használják, amiknek a felszínén a CD19, CD20 antigének fordulnak nagy mennyiségben elő. Ez ellen élesítik ezt a T-sejt populációt, és fantasztikus gyógyulási százalékokat tudtak ezzel a terápiával elérni. Nem olyan régen az FDA, az amerikai Food and Drug Administration szervezett Breakthrough terápia címet adott ennek a CAR-T-cell terápiának. Olyan leukémiás betegeket, akik már két kemoterápiás kezelésen is átestek, ezeknek az esetében 80% fölötti gyógyulási arányt tudtak ezzel a CAR-T-cell technológiával elérni. Jelenleg folynak kísérletek, preklinikai kísérletek, melanoma és egyéb szolid tumorok gyógyítására is. Ez egy fantasztikusan hatékony terápia. Az utolsó dolog, amit röviden szeretnék megemlíteni, ez tulajdonképpen a génterápiás eljárásoknak valamilyen szinten a jövője, de már vannak ilyen klinikai tesztek, ezért fogok beszélni erről pár szót. Ez az irányított nukleázok alkalmazása a génterápiában. Ezekkel helyspecifikus genommódosításokat lehet elérni. Ehhez bevezetésképpen bemutatnám azt a homológ rekombinációt, egy specifikus genommódosítási eljárás, amivel például a knockout egereket hozzuk létre. Ez volt az első olyan eljárás, amit kutatóintézetekben használtak egérmodellek létrehozására, gének kiütésére vagy módosítására. Gyakorlatilag itt a sejteken belüli RIPER rendszereket használjuk ki az eljárás során. Gyakorlatilag, ha bejuttatunk egy olyan DNS szakaszt egy sejtbe, aminek a két végén törés van, kettőszálló DNS törés, ez a DNS törés ez ingerli a sejtben található DNS RIPER rendszereket arra, hogy valamit tegyen vele. Hogyha ennek van itt egy néhány kilobázisos homológ része kromoszomális DNS szegmentekhez, akkor bizonyos százalékban a homológ dependens RIPER fogja ezt a homológ kart használni a kromoszomális homológgal, és gyakorlatilag RIPER partnerként beépíti ide erre a régióra az általunk bevitt linearizált DNS szakaszt, kicserélve a két homológ régió homológ kar közötti szekvencia részletet arra az új DNS szekvenciára, amit mi szeretnénk bevinni. Tehát ez az elve tulajdonképpen az ES-sejtes irányított transzgenezisnek homológ rekombináció alapokon. Így lehet knockout egereket létrehozni. Ennek egy megfordítása, amikor irányított nukleázokat alkalmazunk, itt nem a bevitt RIPER partner DNS hordozza a kettőszálló DNS töréseket, ami a RIPER rendszereket ingerli, hanem megpróbálunk magába a kromatinba, a módosítandó régióba bevinni egy kettőszálló DNS törést. Ehhez egy specifikus nukleáz kell, ami azt az adott régiót fölismeri, és ott hasít, és lehetőleg csak ott hasít. Ehhez a RIPER partner hasonlóan a homológ karokat kell, hogy hordozza, de lehet cirkuláris is. A cirkuláris vektorok egyébként nem integrálódnak gyakran más helyekre. Tehát itt az integráció dominánsan a hasítás helyén fog tényleg megtörténni, és ez egy hatékonyabb módszer tulajdonképpen. Az utolsó szlájdnál tartok már egyébként, az első ilyen rendszerek, a zinc-finger nukleázok voltak, azóta már vannak jobbak is, de ők vannak jelenleg klinikai tesztekben. A zinc-finger nukleázok tulajdonképpen a fok egy endonukláznak
a nukleász doménye és Zinkfinger újjak fúziói. Tehát Zinkfinger DNS felismerő domének ismerik fel a megfelelő szekvenciát, például a célsejt genomjába, és ez fúzionáltatva van a fok egy nukleáznak a DNS hasításra képes doménjével, és ez dimer formában aktív, tehát a dimerizáció után vágja a megfelelő ponton a kromoszomális DNS-t. Ezek mesterségesen létrehozhatóak, ezek a Zinkfinger nukleázok, de nem olyan könnyű őket létrehozni, nem moduláris tulajdonképpen a Zinkfinger újjaknak az összeépítése. Nem feltétlenül prediktálható az, hogyha ezeket egymással összerakjuk, akkor valóban azt a szekvenciát fogják fölismerni, amit várunk, hogy fölfognak. Az off-target hatásokat csökkentették még azzal egyébként, hogy a FOK1 nukleász doménnek a dimerizációs interfészét módosították, tehát csak heterodimerek képesek kialakulni, ez önmagával, illetve az alsó elem önmagával nem képes dimerizálódni, így ki lehet terjeszteni a fölismerési régiót. Ennél jobb rendszerek is vannak ma már, ahogy említettem, a TALEN nukleázok, illetve a CRISPR-Cas rendszer, ezekről most nem fogok beszélni. Klinikai tesztekben a Zinkfinger nukleázok mutatkoztak eddig, vagy ezek tűntek fel. A Sangamo Biosciences amerikai cég indított el tudomásom szerint 2 ilyen klinikai tesztet Zinkfinger nukleázokkal. Az egyik az a HIV fertőzés kezelésére irányul. Hát itt tulajdonképpen az előadás elején említett adenovírus vektorral viszik be magát a Zinkfinger nukleászt, illetve a Zinkfinger nukleász kódoló gént. Az adenovírus a Coxsackie adenovírus receptoron keresztül kötődik a célsejtjeihez, így jut be, de ezt egy úgynevezett pseudotypinggal meg lehet változtatni. A megfelelő doménjét az adenovírusnak, ha kicseréljük egy másik receptorhoz kötődő doménre, akkor lehet célozni az adenovírussal a megfelelő sejteket, amiket célozni akarunk. Hogyha ez a víruskód hordozza a Zinkfinger nukleászt, és amennyiben ez a receptor immunsejteken fordul elő, akkor ezzel immunsejteket lehet célirányosan fertőzni. Ebben a klinikai tesztben CD4 pozitív immunsejteket fertőztek egy ilyen pseudotypingon átesett adenovírussal, ami a megfelelő Zinkfinger nukleászt, specifikus Zinkfinger nukleászt hordozta. A céljuk az az volt, hogy a CCR5 fehérjének a génjét tegyék tönkre, ami a HIV vírusnak a fő koreceptora egyébként, és gyakorlatilag van egy természetben előforduló alléje, a CCR5 delta 32, ami egy nulla allél, nem funkcionális allél, de ismerten HIV rezisztenciát eredményez. És gyakorlatilag ennek a CCR5 fehérjének a sejtmembránról való eltüntetésével. Egyelőre ott tart ez a klinikai teszt, hogy ezeket a így módosított sejteket visszaadták a betegeknek, és ennek nincsenek káros mellékhatásai. A terápiás hatásoknak a leírása az majd későbbi közleményekben lesz várható. Tehát ebben a közleményben ez még csak egy ilyen technikai riport volt. Tehát várjuk az eredményeit ennek az eljárásnak. És köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani.